Ebben a videóban, ahogy ígértem, be fogjuk mutatni, hogy milyen egy nagy felületi sérülésnek a javítása. Sziasztok, Weiss Tamás vagyok a Szigetszer Kft-től. És Lőrinci Zsolt a Gordius Ignum Kft-től. És Zsolt, ugye ismét a vendégünk vagy ebben a videóban. Az előző videóban csináltunk egy éljavítást, illetve egy kis sérülésnek a javítását. Hogyha ezeket látni akarjátok, akkor a videó leírásába beletettem. Valamint, ha nem akartok lemaradni, mert még több javításos videót is fogunk készíteni, ajánlom, hogy iratkozzatok fel, jelöljétek be a kis harangot. És most a kötelező elmondása után, Zsolt, ez a nagy sérülés, amit ugye már te szépen kitakarítottál ugye vésővel, ugye erről is igaz, hogy ezt is ki kell takarítani. Mi a következő lépés egy ilyen nagy sérülésnek a javításánál? Igen, nagyon jól mondtad, hogy a korhat részeket, lágy részeket, mozgó részeket ugye egy vésővel óvatosan eltávolítjuk oly módon, hogy semmiképpen ne okozzunk sérülést a természet által szépen kialakított ághely vagy göcsök esetében. Nem érdemes tovább rondítani, hanem ilyen szépen ívesen. Az a lényeg, hogy a korhat részek ne legyenek már benne. Jöhet a feltöltés. És a feltöltéssel kapcsolatban van egy olyan fontos dolog, amit ugye észrevettünk, hogy a pisztolyból már nem lóg ki a javítandó anyag, hogy egy ilyennek a javításához ugye legalább a pisztolyban levő anyag szükséges, viszont, hogyha azt mi végig kinyomjuk, akkor nincs, ami utánpótoljon, tehát adott esetben levegős lesz a feltöltés. És a következő videóban már fel fogunk tárni egy olyan hibát, amikor saját anyagot fogunk egész pontosabban hasonló színnel javítani, és cserélni is fogunk. Betehetjük-e ide már a következő színt? Azzal, hogy látjuk, hogy ez körülbelül elég a javításhoz, de már az újjal, amivel haladunk tovább, azt tesszük bele. Így van, ez is lehet, hogyha az emberben már benne van egy kicsit a rutin. Ezzel azt értem, hogy már többször használtuk a pisztolyunkat, akkor tudjuk, hogy jelen pillanatban körülbelül egy majdnem 30 centis darab benne van a pisztolyunkba. De mi tudni fogjuk azt, vagy tudjuk azt most jelen pillanatban, hogy utána tölgyel szeretnénk majd javítani, tehát a Not Filler Saver-rel kéne színt váltsunk. Azonban, ha okosan tudjuk, hogy ez a benne levő fekete mennyiség elegendő lesz a következő feketével feltöltendő hibáink feltöltésére, akkor lehet a következő rúd maga a tölgy, ami viszont fizikailag nagyon fontos, hogy ez tolja maga előtt ki a feketét. Tehát ki fogjuk javítani ezt úgy, hogy majd a tölgy tolja maga előtt a feketét, és csak egy sokkal kisebb részt fogunk a feketéből megmenteni a saverrel. Amiről fogunk egy külön videót készíteni majd nektek. Tehát így akkor van. Nézzük a javítást. És mehet. Így, hogy megy. Fogjuk a pisztolyunkat, hőfokot érdemes ellenőrizni, 170 fok az teljesen jó, és elkezdjük a feltöltést. Egy ilyen nagy méretűnél érdemes alulról a fúvóka hosszát kihasználva elkezdeni a feltöltést, és hosszú ravasz húzásokkal, hogy ne vigyünk bele légzárványt, oly módon feltölteni, hogy mindenképpen egy kis anyagfelesleg legyen. Mindenképpen megpróbálunk gyorsak lenni, hiszen ez egy gyors javítási forma, ő most ott elhelyezkedik, és oldalról ráhelyezzük a tömörítő és egyben hűtő fémünket, ami alumíniumból van. Ez elég volt az a nyomás, amit kifejtettél rá? Tehát egy viszonylag rövid ideig, de annál határozottabb nyomás, és ne nyomkodjuk utána feleslegesen, hagyjuk ott. Pontosan így van, ne is próbáljuk meg most elvenni, hiszen még nagyon forró, 170 fokos az olvadékunk. Tehát ezzel párhuzamosan, hogyha azt mondanánk, hogy egy icipicike kis sérülést szeretnénk kijavítani annak a tempójához, mint ahogy korábban bemutattuk, ennyi, letesszük. Ugye ez még hűl közben, tehát körülbelül egy olyan fél perc, egy percig rajta kell tartani. Egy hajszálrepedésnél már kész. Igen. Tehát egészen más, itt legyünk türelmesek. Egy icipicit hagyjuk, hogy kiegyenlítődjön a hőmérséklet. És ezt tudjuk mi úgy csinálni, hogy hogy a kezünkkel, vagy inkább nézzük az óránkat, és mondjuk hagyjunk neki egy percet körülbelül, és akkor már biztos vagy. Inkább egy picit többet, mint kevesebbet. Uh-huh. Tehát egyébként lehet érezni, hogy ezt most, ha nem fejtek ki erőt, akkor oda van tapadva. Az egyik legjobb visszajelzés. Az a legjobb visszajelzés, hogy nem akar ő onnan eljönni, mert még vonza át a hőt gyakorlatilag, a 170 fokot egyenlíti ki. De nem érdemes előtetni, borzasztó egyszerű, sosem egy hibát javítunk általában, hanem adott egy rusztikus tábla, vagy egy, amin több feladat van. És akkor amíg a naggyal kezdünk, a nagyot feltöltjük, rajta hagyjuk a hűtőfémet, kijavítjuk ezt, kijavítjuk azt, kijavítjuk amazt, az ott 10 másodperc alatt megvan, majd visszatérünk ehhez. Mint ahogy te is mutattad, hogy egy ilyen rövid sérülés már ki is van javítva. Pikpak. Igen. Teljes mértékben. Azért nem érdemes levenni hamarabb, mert ugye ez még egy folyékony sűrű anyag. Ami belül van, és ugyan nem tud zsugorodni, tehát nem térfogatvesztéssel köt a Not Filler, hanem hő
lehűléssel gyakorlatilag. Ezért, hogyha levennénk hamar, akkor előfordulhat nem beszívódás az, hanem ugye a meleg miatt még lenne egy ilyen kis lencse jellegű formája, és ez nekünk nem célunk, hanem az, hogy kifeszítse a hűtőfém a javítást. Ezt akartam pont mondani, hogy jó formán a hűtőfém adja meg neki. És már és kész. Fogjuk a kis 50 mm penge szélességű gyalukésünket. Elmondtad nekem még a videó előtt pont, és ez most szerintem látszódott is, hogy nem mint egy kézi gyaluval letoltad, nem. Hanem egy apró csavarást teszel be. Vágom. És... mindig elvágjuk. Hogyha valamit nem töltöttünk fel, ugye az ott látható, igen, hogy ott oda nem is tettem anyagot, arra a kis pontra, hát az nagyon egyszerű. Egy pici pötty, maradj is közel. 3, 2, 1. Kész. És most is látszódott, hogy... aha, ez tök jó, tehát ellentétes irányból is lehet. Tehát, hogyha egyik irányból nem tudtam, mert nem esett kézre, így adott van. Esetben, vagy nem tudtam olyan erőt kifejteni, akkor át tudom fordítani nyugodtan a másik irányból. Ez nem befolyásolja a képzett felületet. Nem bizony. Lényeg, hogy egy mozdulattal akkor lesz egy nagyon szép vágásunk, és mehet a csiszolás, ez a legmeglepőbb, hogy a javítást követő 10 másodperccel nekiállhatunk csiszolni. Amennyiben, ha azt látjuk, mert ugye most nagyon finom papír van rajta fönn, egy használt 180-as, tehát hogyha itt esetleg látunk egy ilyen kis hártyát, akkor az, ezzel most azt szeretném demonstrálni, hogy utólag is mennyire rugalmasan formázható ez az anyag. Tehát az a javítóanyag felesleg, amit eltávolítottunk, látható rajta, hogy nem szirált, hanem van egy 10-15%-os rugalmasság, ami előtt elszakad. Ez azért jó, mert hogyha mozdulna, ne adj Isten, a fa, tehát egy piciként mozogna, akkor ez a javítóanyag nem kiesik, hanem leköveti a fának a mozgását. Jó. Egyébként pont az ilyen nagy sérülésekről volt olyan kérdés is, hogyha például egy kinti, egy padon, egy olyan helyen, hogy a szalonnasütő helyünkön történik egy véletlenül egy sérülés a fán, vagy kiesik egy csomó. Mennyire UV-álló ez az anyag, vagy mennyire kell utána leápolni? Kiváló a kérdés. Maga a not filler anyag hőkezelést követően, tehát ami kijön a pisztolyból, az UV-álló pont. Igen, UV-álló kültéri javítóanyag, nyugodtan lehet használni. Vízálló nyilván, mert egy poliamidról beszélünk, és pont kültérben ugye a fával az a, ez hogyha nem védi teljesen a felületkezelés, akkor hajlamos többet tágulni. Na ez az a javítóanyag, ami nem esik ki. Tehát ezt leköveti a fának a mozgását, sokszor, ez fontos. Igen, sok vásárlón feltette már ezt a kérdést. És utána felületkezelhető, hát ez már még amennyi olaj maradt rajta, szépen bemutatjuk, hogy hogyan nyeri vissza a csodálatos fekete színét. Ugye van néhány fajta javítóanyag, ami csiszolást követően beszürkül. Ez nem a not filler. Tehát a not filler az a szín, amit látunk. Igen, és egyébként ami nagyon szerencsés volt ennél a javításnál, hogy ami a pisztolyban volt, az most nekünk elég lett végül is, mert nem javítottunk ki még egy nagyobb sérülést, de már Zsolt ugye ide is tette, tehát már egy kicsit benyomódott, és a következő videóban azt fogjuk nektek bemutatni, hogy természetesen ugye a felesleget eltávolítjuk, nézzük meg, igen, mielőtt még elmondom, hogy mivel megyünk tovább. Ez egy fontos tényező, mert Zsolt, ezzel most várnunk kellett volna 10-15 percet, inkább itt, amit beszerettél volna mutatni, ennél is, amit ugye láttatok már többi videónkban is, hogy a kis sérüléseknél magáról a javító anyagról az olaj ugyanolyan szinten távolítódik el, illetve maradott, mint a fára. Pontosan. Tehát be ugyan nem szívja, de a csiszolt not filler javítás felületén az olaj egy homogén réteget fog képezni. Igen. Ez fontos lakkoknál is, és fontos pácok esetében is, vagy éppen lazúrozásnál is nagyon fontos, hogy befogja a felületkezelő anyag a javítást. Ez nagyon fontos. És ez mindegyiknél ugyanez, tehát mindegyik anyagnak
a száradását, ahogy a fán szárad, azt az időt, ha betartjuk, pontosan, az a knotfillernek is teljesen pontosan tökéletes. Tökéletes, így van. Tehát a videó elején is, amit elmondtunk, hogy egy olyan nagy javításhoz, ha túl sok anyagot használunk el, akkor már bekészíthetjük a következő javítóanyagot, tölgyet, és azzal elkezdhetjük kinyomni a maradék feketét. Ez a következő videóban meg fog történni, már itt van nálunk a széfer, hogyha erről nem szeretnétek lemaradni, valamint a további javítós videóinkról, akkor ajánlom, hogy iratkozzatok fel, jelöljétek be a kis harangot, hogy mindenféleképpen értesítést kapjatok a videóinkról, és a következő videóig is. Sziasztok! Sziasztok!